A magyarok csak nem háromnegyedének nem nőttek a rezsiköltségei, 9%-uknak pedig még csökkent is. Ez derül ki a Kopp Mária intézet felméréséből. Pedig a brüsszeli szankciók miatt Európa szerte drasztikusan drágult az energia ára és tombol a szankciós infláció. Elemzők szerint mindeközben Brüsszel nem azon dolgozik, hogy enyhítse az emberek terheit, hanem a 9. szankciós csomaggal még tovább mélyíteni a válságot. Kiszeli Zoltán politológus szerint a brüsszeli bürokraták célja, hogy mindenáron leváljanak az orosz energiáról. Még úgy is, hogy ez recesszióval és elszegényedéssel fenyeget. A ponty az afrikai harcsa és a süllő a legkeresettebb hal karácsonykor Magyarországon. A halárusok forgalma ilyenkor emelkedik. Évek óta nagyjából egyformák az árak, a szeletelt ponty 2018 és 2021 között alig 300 forinttal drágult. Idén viszont más a helyzet. Az előrejelzések szerint ugyanis például a szeletelt ponty ára a tavalyi 2570-ről 4000 forintra emelkedhet kilónként. Ennek az aszály mellett az az oka, hogy a brüsszeli szankciók miatt soha nem látott mértékben emelkedett az üzemanyag és az energia ára. Brüsszeli politikusok hónapokig érveltek a szankciók mellett. Azt mondták, hogy azok majd megtörik az orosz gazdaságot és hamarabb elhozzák a háború végét. Az Unió eddig 8 szankciós csomagot fogadott el, az orosz energia korlátozása mára oda vezetett, hogy Európában energiahiány van, az energiaárak az egekbe szöktek, kilőtt a szankciós infláció, az Európai Unió pedig recesszióra számít 2023-ban. Brüsszel továbbra sem látja be, hogy a szankciók hibásak. Már a 9. sajtóinformációk szerint a nukleáris energiát korlátozó szankciós csomagon dolgoznak, ami több szakértő szerint is tovább mélyíteni az energiaválságot. A brüsszeli bürokraták célja, hogy minden áron leváljanak az orosz energiáról, még úgy is, hogy ez recesszióval és elszegényedéssel fenyeget. Erről Kiszeli Zoltán beszélt a Kossuth Rádióban. A századvég elemzője szerint a szankciós politika következtében leépül majd az európai ipar, mert a vállalatok más kontinensekre viszik majd a termelést. Európa dezindustrializálódik, és az a jóléti modell, amit nyugaton eddig megszoktak, az a plusz pénz, ami az olcsó energia plusz a drága termékek közötti különbségből származott, na ez nem lesz. 10 milliárd eurós hiányt okoz évente az elrontott brüsszeli szankciós politika Magyarországnak. Pénteken beszélt Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, ebből 6 milliárd eurót a gazdaságnak, 4 milliárd eurót, azaz 1600 milliárd forintot pedig a költségvetésnek kell pótolnia, és ezért nem tud a kormány például béremelésekre vagy adócsökkentésre költeni. Ezzel a helyzettel kell szembenézni. Innen nézve talán nem tűnik túlzónak az a retorika, amely a Magyarország a szankciók azonnali felülvizsgálatát követeli. A kormány mindent megtesz, hogy megvédje az embereket az elszabadult energiaáraktól. Ennek egyik eszköze a rezsicsökkentés, aminek köszönhetően az átlagfogyasztásig havonta 180 ezer forinttal alacsonyabb minden család rezsiszámlája. A Kopp Mária intézet is készített egy felmérést, amiből az derül ki, hogy a háború és a szankciók okozta energiaválság ellenére a magyarok csak nem háromnegyedének nem nőttek a rezsiköltségei a tavalyi évhez képest, sőt, 9%-uk kevesebbet fizet, mint egy éve. A felmérés szerint ebben az energiatakarékosság mellett jelentős szerepe van a rezsicsökkentésnek is.